Az előző hullámhoz képest gyakrabban találkozunk 12 év alatti gyermekeknél is COVID megbetegedéssel. Részben azért is, mert már a rendelőben is antigéntesztet tudunk végezni, részben pedig azért, mert emelkedik a megbetegedettek száma. Sajnos a 12 év feletti gyermekek között is egyre több a COVID megbetegedés. Amennyiben megoldható, azt javasolnám a szülőknek ezen okok miatt, hogyha a gyermeknél légúti fertőzéses tünetek vagy hányás hasmenés jelentkezik, akkor különítsük el őt, ne vigyük az iskolába, óvodába, maradjunk otthon vele és keressük fel a házi orvost. A 12 év alatti gyermekek, mivel még nem oldhatóak, hazavihetik az iskolából, óvodából a fertőzést, ezért nagyon fontos, hogy a családban, aki tudja, vegye fel az oltást, és a krónikus betegekre, nagymamákra, nagyszülőkre fokozottan figyeljünk. Amennyiben lehetséges, akkor a beteg gyermeket, főleg aki légúti betegségben szenved, ne a nagyszülő felügyelje otthon. Emellett kiemelném azt a fontos részletet is, hogy azon emberek, akik COVID-oltást felvették legalább kétszer, jóval kevesebb arányba kerülnek be kórházba, mint az oltatlanok. Erre most már Magyarországon is friss statisztikákkal rendelkezünk. Akik pedig oltottan betegednek meg, náluk egyértelműen csökkent már az ellenanyag szint, tehát legalább 6 hónappal túl vannak a második oltásokon, ezért lehet fontos a harmadik oltás beadása. Tavaly elmaradt az influenza járvány, ezért arra számítunk, hogy az idén intenzívebb lesz az előző évekhez képest, mivel most nincs rá védekező képességünk, nincs rá immunitásunk. Ez az egyik ok. A másik, hogy most a maszkhasználat nem kötelező minden helyiségben, minden területen. Ezért javaslom azt, hogy amennyiben lehetséges, vegyük fel az influenza elleni védőoltást, ezen felül pedig erősítsük az immunrendszerünket, szedjük a vitaminokat, legyünk sokat friss levegőn, tegyünk meg mindent ennek érdekében, hogy elkerüljük a fertőzéseket. Az influenza tünetei és a COVID tünetei között nagyon-nagyon kevés különbség van véleményem szerint. Az egyedüli különbség talán az, hogy a COVID fertőzésre jellemző az íz, szag, elvesztés vagy zavar, de ez sem jelentkezik minden betegnél, és talán a COVID fertőzöttek között hamarabb jelentkezik nehéz légzés. De az influenzára is jellemző természetesen a hirtelen magas láz, száraz köhögés, felső légúti tünetek, és akár hasmenéses tünetek is. Ezért gyakorlatilag a két fertőzést csak szűréssel lehet elkülöníteni. Nagyon hasonló a delta variáns és a korábbi vírusvariánsok tünetcsoportja. A különbség talán az, hogy gyakrabban jelentkezik a delta variánsnál enteritiszes tünet, tehát hányás hasmenés, valamint allergia jellegű tünetek, például piros szem, kötőhártya gyulladás is, ezért ezeknél a tüneteknél, pláne ha enyhe légúti tünetekkel társul, gondoljunk COVID fertőzésre. A jelenlegi időszakban arra hívnám fel a figyelmet, hogy akármennyire megterhelő és akármennyire unjuk is mi emberek, de próbáljuk újra a maszkhasználatot előnybe helyezni, olyan helységekben is, ahol jelenleg nem kötelező, például boltokban, bevásárlóközpontokban. Próbáljuk figyelembe venni azt, hogy fokozottan figyeljünk a készhigiéniára és a távolságtartásra, hogy az emberek között ez az 1-1,5 méteres távolság meglegyen.